Felszámolt bűnszervezet, munkaerő kölcsönzéssel csaltak. Vasas nyári egyetem, a munkatörvénykönyvéről tanácskoztak. Bölcsödék nyara, nem maradnak ellátás nélkül a gyerekek. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Újabb bűnszervezetet számolt fel a NAV az Észak-Alföldi régióban. Jól prosperáló vállalkozások vették igénybe munkaerő kölcsönzése szakosodott stróman cégek szolgáltatásait, hogy így csökkentsék adó- és járulékfizetési kötelezettségüket. A bűnszervezetet irányító nyíregyházi férfit és három társát a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte. Az elkövetői kör tevékenységére még tavaly májusban hívták fel a pénzügyi nyomozók figyelmét az adórevizorok. A szervezet egyébként jól működő gazdasági társaságok költségeinek csökkentésére működtetett, stróman ukrán ügyvezetők közreműködésével létrehozott munkaerő kölcsönző cégeket, amelyek kizárólag fiktív számlák kibocsátására szolgáltak. Módszerük lényege az volt, hogy az amúgy jól működő cégek alkalmazottaikat, akár a régebbi dolgozókat is bejelentették a szervezet munkaerő kölcsönző cégeihez, majd színlet szerződéssel onnan vették őket is ismét kölcsönbe. Így a munkáltatással összefüggő járulékok fizetési kötelezettsége nem a valós foglalkoztatókat terhelte, a stróman cégek pedig már nyilvánvalóan nem fizették be a munkavállalók után a járulékokat. Ezen felül a kölcsönbeadó cég által kiállított számla után az áfával csökkenteni tudták fizetendő adójukat. A gyanú szerint 36 működő társaság vette igénybe a bűnszervezet szolgáltatását. A klasszikusnak számító takarító és vagyonvédelmi feladatokat ellátó cégeken kívül kisebb 10-20 főt foglalkoztató élelmiszerüzletek, autószalonok és benzinkutak is voltak a kuncsaftok között. A helyszíneken 4 millió forintot és 1 millió forint értékű valutát foglaltak le. Emellett 51 bankszámlát zároltak. A 30 helyszínen tartott akcióban 80 pénzügyi nyomozó vett részt, munkájukat 60 adórevizor és pénzügyi járőr segítette. 7 főt vettek őrizetbe és összesen 26 gyanúsítottat hallgattak ki. Az akció napján az adórevizorok és pénzügyőrök elkezdték a foglalkoztatotti ellenőrzéseket, így egy hónapon belül várhatóan több mint 3000 munkavállaló átvilágítása megtörténik. Az eddig rendelkezésre álló adatok alapján a költségvetésnek okozott kár meghaladja a 500 000 forintot. Nyíregyháza ad otthont a Vasas Szakszervezeti Szövetség nyári egyetemének. A kétnapos rendezvényen a szakszervezetet érintő témákról hallhatnak előadásokat a résztvevők. Az idei év kiemelt témája a munkatörvénykönyve. 27. alkalommal tartják meg a Vasas Nyári Egyetemet. A Vasas Szakszervezet Szövetségének rendezvényének ez évben a Nyíregyházi Főiskola ad otthont. A Nyári Egyetem megnyitóján Jászai Menyhért Nyíregyháza alpolgármestere azt mondta, ez a rendezvény jó alkalom arra, hogy az ország távoli pontjairól érkezetteknek bemutassák Nyíregyházát. Bemutassuk az elmúlt éveknek az eredményeit, a jövőben itt a rekvéseink, és kedvet csináljunk hozzá, hogy akár magánszemélyként, turistaként, vagy akár vállalati reprezentánsként is újra visszaálltogassan a Nyíregyházára, hiszen a Nyári Egyetemnek a hallgatói az ország minden részéről jöttek, és biztos, hogy van közöttük olyan, aki még nem is járt Nyíregyházán. Tehát egy nagyon fontos lehetőség számunkra, hogy bemutatkozzunk a szakszervezeti munkatársaknak. Az idei rendezvényre az ország minden pontjáról érkeztek szakszervezeti tagok, összesen 180-an vesznek részt a nyári egyetemen. Olyan hagyománya van, és egy jó összetartó erő olyan előadásokkal és olyan értelmes dolgokkal, amelyből lehet fejlődni. A szakszervezet tagjai tanácskoznak a tagszervezésről és a tagmegtartásról, de az idei év fő témája a munkatörvénykönyve. Hogyan lehet egyáltalán a munkavállaló, amikor belép a munkahelyre, hogyan kerül kezelni, milyen jogosítványai vannak, milyen jogai vannak, és természetesen milyen kötelezettsége vannak. Nagy szívfájdalmunk az is, hogy az új munkatörvénykönyve megszigorította nem csak a szervezkedés, hanem a sztrájkjogot is, és természetesen, hogy a munkaidő keretünk, amely a tisztségviselő képzését biztosította, azokat ez a munkatörvénykönyve megvonta.
A Vasas Nyári Egyetemen a résztvevők a munkatörvénykönyve mellett előadást hallhatnak többek között a munkáról és a munkás generációkról és a szakszervezeti kommunikációról. Nyáron sem maradnak bölcsődei ellátás nélkül a gyerekek, hiszen folyamatos a szolgáltatás a város 9 intézményében. Egész nyáron lesz olyan bölcsőde, amelyik ideiglenesen fogadja a kicsiket. A gyereknevelő intézmények 2 hétig tartanak zárva, addig felújítási, fertőtlenítési és takarítási munkákat végeznek a dolgozók. Most még önfeledten játszanak a kisgyermekek a Katica bölcsődében, de hamarosan ők is nyári szünetre mennek. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központhoz tartozó 9 bölcsőde 2 ütemben áll le a nyáron. Július 20-ától július 31-ig az Őzike, a Napsugár, a Ne Felejts, a Mici Mackó, a Katica és a Babaház bölcsőde zár be. Az idejáró gyermekeket a szünet alatt a Tas utcai Bóbita bölcsőde fogadja. Augusztus 3-a és 14-e között a Hóvirág, a Bóbita és az Apraja falva bölcsőde kicsinyeinek kezdődik meg a vakáció, de aki ebben az időpontban is szeretné bölcsődébe járatni gyermekét, megteheti, hiszen a Sarkantyú utcai Ne Felejts bölcsőde gondoskodik augusztus első 2 hetében a kicsikről. A szolgáltatás így folyamatos marad. A bölcsődéknek nagyon fontos, hogy minden gyerek ellátást kapjon. Mivel a bölcsődei ellátás az egy szolgáltatás nyújtás, ezért nagyon fontos az, hogy az év minden napján tudjunk szolgáltatást nyújtani a gyerekeknek. Éppen azért, hogy a szülők meg tudják oldani a mindennapos dolgaikat, valamint akik munkába járnak, ne essenek ki a munkavilágából. A szülőknek abban a bölcsődében kell jelezni, hogy igénybe kívánják venni az ügyeletes intézmény szolgáltatásait, amelyikbe a gyermek jár. Az idei évben változás, hogy a bölcsődék megállapodást kötnek a szülőkkel arra az időszakra, amikor az ügyeletes bölcsődében ellátásban részesülnek a gyerekek. Az ügyeletes bölcsődék ugyanazt a napi rendet biztosítják a kicsiknek, mint amihez a gondozási évben hozzászoktak. A bölcsődékben a zárvatartás alatt megtörténnek a felújítási, a takarítási és a fertőtlenítési munkálatok annak érdekében, hogy augusztus 2. felétől a megszokott rendben fogadják a 9 bölcsőde kis gondozottjait. Megkezdődött az 5. tárogatós világtalálkozó Vaján. A rendezvényre Európa számos országa mellett még a tengeren túlról is érkeztek vendégek. A zenészek és művészek a találkozón közösen próbálnak is, mivel 9 hangversenyt adnak az ország különböző pontjain. Nyíregyházán július 5-én a Sóstói Múzeumfaluban lépnek majd fel. Ismert dallammal köszöntötték az 5. tárogatós világtalálkozó résztvevőit szerda délután Vaján. Miközben megszólaltak a hangszerek, a vendégek bevonultak a találkozó megnyitójának helyszínére, a Bajai Református templomba. A tárogató, vagy ahogy régebben hívták a török síp, összefort a magyarsággal. A kutatók azt mondják, már a honfoglalás korában is használták, az elmúlt évszázadokban pedig szólt a csatákban, a szabadságharcokban, mulatságok idején, de az elhunytakat is ez a hangszer kísérte utolsó útjukra. A tárogató éppen ezért a hungarikumok közé is bekerült, ezt mondta a megnyitó beszédében Nagy Csaba, az esemény egyik szervezője. A Rákóczi Tárogató Egyesület elnöke hangsúlyozta, a világtalálkozó azért is fontos, mert ráirányítja a figyelmet a tárogatóra és a népzenei hagyományokra. Mindenki játszik magyar történelmi zenét, népzenét, és természetesen mindenki a saját kultúrájának népzenéjét játsza ezen a hangszeren. Egyébként nem csak népi hangszer a tárogató, jó 100 évvel ezelőtt a klasszikus hangszerek rangjára emelkedett, az ebben a formában, a megreformált formában újjászületett tárogató. Ez a hangszer így valóban hungarikum, hiszen Magyarországon születik meg, itt Budapesten a Stovaszer és a Sunda hangszergyárakban. A tárogatós világtalálkozóra a történelmi Magyarország vidékei mellett Németországból, Svájcból, Franciaországból, Angliából, Csehországból, valamint az Egyesült Államokból és Kanadából is érkeztek vendégek. 5 napig különböző szakmai előadásokon vesznek részt, és közben próbálnak is. A következő napokban ugyanis közös hangversenyeket adnak országszerte összesen 9 helyszínen. A rendezvény megnyitóján részt vett dr. Kövér László,
A Magyarországgyűlés elnöke ünnepi beszédében azt mondta, a magyar néplélekben a tárogatók hangját évszázadok óta a magyar szabadság hangjával azonosítják. A világtalálkozóra érkezett művészekhez szólva úgy fogalmazott, a tárogató hangját és üzenetét ma már nem csak a magyarok, hanem a Kárpát-medencei szomszédjai és a nagyvilág számos más országában élők közül sokan értik és értékelik. Sokunknak meggyőződése, hogy sem Európában, sem a nagyvilágban nemzeti kultúrák nélkül nincs nemzeti azonosságtudat. Azt is közösen valljuk, hogy nemzeti azonosságtudat nélkül nincs időtálló nemzeti teljesítmény sem, és mindannyian tudjuk, hogy nemzeti teljesítmény hiányában nem lehet sikeres egyetlen nemzetközi együttműködési forma vagy szervezet sem. Ezen okokból a tárogató hangja nem csak a múltról, hanem a jövőről is szól, nem csak rólunk, magyarokról, nem csak Magyarországról, de tágabb otthonunkról, Európáról is szól. A tárogatósok első koncertjüket július 3-án tartják a Sárospataki Rákóczi várban 18 órától, de lesz koncertjük Nyíregyházán is. Július 5-én este a Sóstói Múzeumfaluban szólnak majd a tárogatók. A világtalálkozó résztvevője mellett Szerencsen, Gyöngyöspatán, Budapesten, Pécsen, Siklóson, Nagyharsányban és Balatonföldváron lépnek majd fel. Nyíregyházán vendégszerepel az idén 95 éves Ötvös Cirkusz. Mindjárt jönnek a részletek, előtte nézzük a további témákat. Ma reggel összeütközött egy teherautó és egy személyautó a 38-as számú főúton Nyírtelek határában. A balesetben a személyautó árokba borult, a teherautó pedig felborult az úton. Négy személy sérült meg, őket a mentők kórházba szállították. A rendőrségi helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták a főút érintett szakaszát. Forgalmi rendváltozás lépett életbe a Malomkertben. A Kállói, az Ady Endre és a Kert utca által határolt terület mellékutcáiban az ott lakók nyugalmának védelmében tilos teherautóval behajtani. Több utcában 30 km/h sebességkorlátozást is bevezettek. Az útburkolat hibáit javítják a szakemberek a Tokaji úti vasúti átjárónál. Az arra közlekedők a következő napokban jelzőörös, váltakozó irányú forgalomirányításra számítsanak. Ma délelőtt sportolók jelezték az erdészeknek, hogy az erdei tornapálya közelében az erdei tanösvényen kidőlt egy több mint 20 méteres fa. A szakemberek megállapították, hogy a gyökér korhadása okozta a kidőlést, a fát feldarabolják és elszállítják. Nyíregyházán vendégszerepel az idén 95 éves Ötvös Cirkusz. Az előadásokon legendás személyiségek és szerelmek elevenednek meg. Cirkuszi adaptációban láthatja a közönség többek között Mary Poppins, Rómeó és Júlia, valamint a Szépség és a Szörnyetek történeteit. A világhírű zenebohóc Ötvös Gábor Van másik című produkciójával generációkat kacagtatott meg, bár őt magát már csak archív felvételen láthatja a nagy érdemű, munkásságát népes családja viszi tovább. A 95 éves cirkusz dinasztia tagjai előadásaikban ötvözik a hagyományos cirkuszi elemeket a modern koreográfiákkal. Bár még szerda délutáni ott jártunkkor üres volt a porond és a nézőtér is, a vadállatok is lustálkodtak. Estére azonban élet költözött a Bújtosi Városligetben felállított 1300 férőhelyes cirkuszi sátor falai közé. Évente megújuló produkciójuk fókuszában idén a legendáké a főszerep. Az idei évadban az Ötvös Cirkusz a 95. évét tölti, tehát 95 éve van az a cirkusz, és Legenda című műsorral lépünk idén fel a nyíregyházi közönség előtt. Több okból is. Az egyik ok azért, mert hogy ilyen régi a cirkusz, a másik pedig különböző legendás produkciókat elevenítünk fel, mint például Rómeó és Júlia legendája, Szépség és a Szörny legendája, Notre Dame-i Toronyőr és Esmeralda legendája, Mary Poppins legendája, és ezen kívül még legendás produkciók lépnek fel. Legendás állatok fognak látszódni a porondon, tehát láthatóak lesznek különböző állatok, több mint 70 különböző állat lép fel a porondon. Ebben lesznek vadállatok, mint például oroszlánok, tigrisek, különleges rozátó tigris, fehér oroszlán,
oroszlán, és ezen kívül még sok különleges madárféle, kis állatok, mint görények, borzok, még akár pelikánt is láthatnak, tarajos sült, az utolsó dinoszaurusz, a tatú is látható lesz, és még sok-sok különlegesség és meglepetés várja a nagy érdemű közönséget. Természetesen 2 óra 15 perc hosszú előadásban különböző artista számok is lesznek, tehát nem csak a gyerekeknek szól a műsor, a felnőttek is ugyanúgy élvezni fogják, és természetesen a bohót sem maradhat el. A nagymúltú ötvös cirkusz több mint 2 órás önfelett kikapcsolódást ígérő előadásait vasárnapig láthatják az érdeklődők, aki pedig elmulasztotta élőben, a Jászai Díjas zenebohóccal, Ötvös Gáborral nosztalgiázhat az NTV 30, a Nyíregyházi Televízió multidéző adásával, péntek este 9 óra 25 perces kezdettel, valamint szombaton este 7:30-tól. Pálkolic Dáviddal nem hosszabbított szerződést a Nyíregyháza Spartacus. A klub közben bírósághoz fordult az NB1-ből történő kizárás miatt. A Spari szombaton a Nyírbátor ellen játssza az első edzőmeccsét az örökösföldi pályán. A Nyíregyháza Spartacus FC a korábbi nyilatkozatainak megfelelően a klub 2015-16-os licenckérelmét elutasító MLS határozatok hatályon kívül helyezése érdekében keresetet nyújtott be a jogszabály szerint illetékes bíróságon, áll a klub ügyvezetőjének közleményében. A csapat méltánytalannak tartja az élvonalból történő kizárást, és jogi úton szeretné bebizonyítani igazát. Közben a keretben is van változás, a nyár elején még úgy tűnt Pákolisz Dávid is marad Nyíregyházán. A támadóval szóban megállapodtak a vezetők, de végül aláírásra mégsem került sor. A június 30-án lejáró szerződést nem hosszabbították meg a felek. Az elmúlt héten 10 fiatal játékos is a Sparival kezdte a felkészülést. Érkeztek próbajátékosok is, Jagodics Bence korábban a Haladásban és Pápán szerepelt, Tóth Dániel pedig a Paks és a Szolnok támadója volt. A kerettel készül Kapacina Kevin, aki honvédnevelés, és Pölöskei Péter, aki a Ferencváros, a Debrecen és a Pécs játékosa volt. Szintén Nyíregyházán tréningezik Luis Ramos és Rudolf Gergely is. Jelenleg még egyiküknek sincs csapata, így megkérték a Sparit, hogy részt vehessenek az edzéseken. Mivel jó a viszony a labdarúgókkal, a klub ehhez hozzájárult. Szerdán érkezett Nyíregyházára Marko Milovac. A támadót és a többi próbajátékost is szombaton a Nyírbátor elleni találkozón tesztelik, és amennyiben Mátyus János javaslatot tesz rá, szerződést ajánlanak nekik. Az edzőmeccset örökösföldön rendezik 10 órától. Híradónk végén nézzük még egyszer a főbb tartalmakat röviden. Újabb bűnszervezetet számolt fel a NAV az Észak-Alföldi régióban. Jól prosperáló vállalkozások vették igénybe munkaerő kölcsönzésre szakosodott stróman cégek szolgáltatásait, hogy így csökkentsék adó- és járulékfizetési kötelezettségüket. A bűnszervezetet irányító nyíregyházi férfit és 3 társát a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte. Nyíregyházad otthont a Vasas Szakszervezeti Szövetség nyári egyetemének. A kétnapos rendezvényen a szakszervezetet érintő témákról hallhatnak előadásokat a résztvevők. Az idei év kiemelt témája a munkatörvénykönyve. Nyáron sem maradnak bölcsődei ellátás nélkül a gyerekek, hiszen folyamatos a szolgáltatás a város 9 intézményében. Egész nyáron lesz olyan bölcsőde, amelyik ideiglenesen fogadja a kicsiket. A gyereknevelő intézmények 2 hétig tartanak zárva, addig felújítási, fertőtlenítési és takarítási munkákat végeznek a dolgozók. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársak nevében is köszönöm mai figyelmüket is. Nem sokára mondjuk, hogy milyen időjárással számoljanak a hétvégére. Fáznunk nem kell, az szinte biztosnak tűnik. További szép estét kívánok, viszontlátásra!